Na, sziasztok! Egy forward kezdünk. Ezzel a szép kis mercivel. Hogy kéne kimenni? Erre kapunát. Nem hajóval megyünk, úgyhogy itt balra elsenderedünk. Aha! Hátul. Na, videókkal is az lesz a helyzet, hogy vegyesen lesznek majd videók, ami azt jelenti, hogy most már megváltozott a teljes cél is. Most már nem az a cél, hogy minél, hogy én szórakoztató legyek, hanem teljességgel pedig az a célom, hogy megőrizzem saját magamnak ezeket a bizonyos videókat, amiket feltöltök a csatornámra, de ugyanakkor pedig ezeket úgy csinálom meg, hogy a nyilvános kategóriába tartozzanak bele. Például erre is egy kicsit, hát én megjött a kedvem erre a videóra is, úgyhogy ezt most így végig csinálom veletek. Remélhetőleg egy fuvarra meg tudjuk ezt csinálni. Ott ment a repülő. Hát úgy lényeges dolgok nem nagyon történtek, mindenből átmentem, majd ebből is majd egy videót fogok csinálni, hogy tulajdonképpen, hogy milyen tantárgyak voltak, illetve hogy ezekből milyen jegyet szereztem. Most nem nézem meg úgysem senki. Na, repülünk is tovább. Stavangerből megyek Bergenbe. Már Svédországban is, hát már szereztem egy garást is, úgyhogy most a kettő garázsra nyomjuk. Meglátjuk, hogy mi fér ebbe. Hát gyorsulj el már. Jó gyenge motorra vagy szerelve. Megpróbálom a lehető leggyorsabban vinni. Jobbra becsalunk. Kezdeni fognak majd a hegyi utak. Szóval fékezni is kéne néha. Na és mit viszünk? Bergenbe bútort. 16 tonna. Kicsit talán így. Újra fókuszáltatjuk már. Mennyi veled menni 80-nal. Beállítjuk. Tempomat. Ezt menjünk. Már vagyok utolsó fél évben, hatodik fél év. Már alig várom, hogy végezzek ezzel a súlyval. És már tényleg tele van a tököm vele. Most legalább még van egy kis szabadidőm, ezt még így ki is élvezem, ahogy csak tudom. Utolsó napok, ki kell élvezni.
A héten még lesz, már régóta elkezdődött egyébként a suli. Most a március első hete, második hete. Na főképpen, hát én gyakorlati óráim vannak. Remélem, hogy mindenből sikeresen átmegyek, mert még van egy ismétlős, hát ilyen kis tárgyam. Hát remélem, hogy most már sikerül majd belőle átmenni, mert most már kurvára fel van baszva az agyam ezzel. Elnézést a kifejezésért, de tényleg. Köszönjük szépen. Zöld lett a lámpa. Hasítunk tovább. Hetvennel megyünk. Más témán még most nincsen nagyon. Ezt a videót még valamikor megcsinálom, mert még ráadásul... most teszem, hogy még csinálni is kéne. Mint feladott a tanárházi feladatként kedre. Ó, de óriási. Verjön bele. Mindegy, összedobom azt csak. Fogok én most már vele foglalkozni. Összedobom 5 perc alatt, az kész. Nem fogok most már többet vele foglalkozni. Mi majd a jövő hét utánra, mert ma van vasárnap, jövő hét utánra még egy nagyon fontosat kell majd még összedobni, de az, ami konzultálni is kéne a tanára, ó, de jó. Azt is erre meg az Isten. De imádságos. És ráadásul nem is beszélve arról, hogy ez az órarend, ami most van, az ami olyan kotvány szar, hogy nem igaz. Délelőtt, hát mindenféle foglalkozás, de tulajdonképpen szinte egész napra be vagyok táblázva, van egy nap szerda, amikor 8 óráig, este 8 óráig kell, hogy bennmaradjak. Hát most az mi? Szerencsére nincs olyan, hogy reggel 8-tól, még csak azt hiányzik. Gyönyörű óra rendben van. Majd arról is majd mutatok majd még szerintem ma egy videót. De nem biztos, mert akkor már egyúttal megcsinálom azt a jegyest is. Jaj. Mit is akartam az elő mondani? Jaj, de hülye vagyok már. Meg Anna. Nem Anna a Fabita, hanem... Mondjuk ki őszintén, srácok, balfasz vagyok már. 23 éves vagyok, és már balfasz. Még öreg se vagyok, hogy magamra mondhassam balfasz, de már tulajdonképpen balfasz vagyok, mert elfelejtett dolgokat. Jó lesz. Egy kacskaringós és 8-annal lehet menni. Ez szép. Tulajdonképpen ez az iskolával is tulajdonképpen hát nekem nincsen bajom, csak annyi, hogy reggelbe megyek, mondjuk 10-re, akkor van hát úgy 2 órám, vagy maximum 3, és utána pedig van közötte körülbelül 2 órás szünet. De van olyan nap, amikor pedig van 4 órás szünetem is közte. A 4 órában talán még vissza tudok érni úgy, hogy hazajövök, viszont a 2 órás szünetnél nem tudok visszaérni, tehát önöképpen ott kell, hogy üljek, és utána van foglalkozás megint, de az meg már estig 6-ig tart, vagy 7-ig. Pont a kellő időpontban nincsen órám. Úgyhogy, srácok,
hogyha ti a suli miatt izgultok, hogy jaj, most benn kell lenni 12-ig, vagy 1-ig, vagy 3-ig, azért jusson eszetekbe, hogy azért nekünk egyetemistának se könnyű, mert én már egyetemre járok. A Nyíregyházi Egyetemre. Jó, hogy magas a végzettséget ad, de hát már... belefáradtam már ebbe az iskolába, komolyan mondom, belefáradtam már. Agyilag is, illetve fizikailag is. Ráadásul múltkor, hát nekem is van tesi, ráadásul még azt sem tudom, hogy a nyelvvizsgával mi a faszomat csináljak. Mert tulajdonképpen még azt sem döntöttem el, hogy hol kéne elvégezni. Pedig már lassan be kéne iratkozni valahova, hogyha idén akarok végezni. Hogyha nem idén akarok, akkor pedig majd jövőre valamikor. De lehet, hogy tényleg ez lesz belőle, hogy majd jövőre valamikor elvégzem, mert most már tényleg kell a pihenés. Ne, jön valaki? Senki. Úgyhogy most fő az agyam emiatt is. Remek, remekséges, remekséges, remekséges. Haj, 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 haj. És köszönöttek, visszasírom a középiskolát. Visszasírom. Az érettségi ehhez képest egy pisipötnek se elég. Komolyan mondom. Egy pisipötnek se elég. Ráadásul a tanárok is szapulnak minket. Verjünk szét az összest. Egyfajtában csak csinálj meg a színomat, a színomat. Jó, hogy nekünk kell csinálni, hát mivel gyakorlati óra van, de előtte mutassa már meg, hogy mit kell csinálni, és utána mi... És utána meg mi jövünk azzal. Tessék megmutatni, hogy mit is csináljunk. Mióta elméleti órán mennyi van idén? Ez nagyon kevés. Egy vagy kettő talán. Az összes többi mind gyakorlati. Ráadásul gyakorlati órának van kiírva, de elméletet tanulunk rajta. Na, az mi már? Akkor minden gyakorlati? Miért nem lehet odaírni akkor, hogy elméleti óra? Na, még 185 kilométer. Végre már egy kicsit felgyorsult játékmenet is. Jobbra kéne majd menni, pedig mit írt ez a tábla? Ja? Hogy tényleg jobbra van Bergen, csak az egy kicsit más tábla volt, nem? Mert balra mutatta volna. Majd visszanézem majd. Hát ti is láttok belőle valamennyit. Kicsit szakaszosan látom, de nem baj. Mert felgyorsul ez szépen 80-ra. Bocsánat, anyukám egy kicsit bejött. Fékezzünk. Gyönyörű naplementében szállunk, fasítunk. Olyan gyönyörű ez a vidék. Norvégia gyönyörű, egyszerűen gyönyörű. Akkor, hát akkor milyen lehet az igazi Norvégia? Ha most repülőre szállnék és elmegyek Norvégiába, akkor mit látnék? Ennek vagy... Fú, de gyönyörű. De szerintem el is álljulnék ott.
A gyönyörös itt a... gyönyörű tájak vannak itt. Vannak Magyarországon is szép tájak, csak hát Nyíregyháza nem tartozik bele. És innen pedig, ami gyönyörű tájnak nevezhető, az pedig fenn van a francba. Alagútba megyünk be, 60. Ja igen, itt lesz majd az a... Aha. Ezt nem tudom, hogy tényleg így van-e itt is, de itt van benn a körforgalom a hegy belsejében. Bergen felé. 134 kilométer. Iskolában, mert mindennel kapcsolatosan körülbelül ennyi. Hát... eléggé szexi, azt az biztos. Mennyire lehetne majd itt menni? 80. De szerintem majd úgyis ott a háta mögött majd vissza kell lassulni. Csak hogy egy tájat mutassak. Actrosból. Úgyis 60-ra vissza kell már lassulni. Még amúgy is a körforgalom. 115 kilométer. Visszük a bútort. Polaris Rhinos. Hetennel lehet begyalni, de itt már 60 lesz. És itt is itt van a hegynek a belsejében a körforgalom. Meg talán egy ember kérdezte, hogy én vállalnám-e, hogy megtanítsam vezetni. Nekem nincs erre felhatalmazásom, illetve nem taníthatok senkit se. Én ami videót csináltam, hát az csak egy kis ismeretterjesztés volt, hogy tulajdonképpen te hogyan kezd el az egészet, illetve hogy nehogy se hülyén állj ki a, hát az oktató mellé, hogy te nem tudsz semmit se, illetve még azt se tudod, hogy melyik pedál mire szolgál. Hát én csak ezért készítettem azt a bizonyos videót. Hát én nem azért csináltam, hogy én tanítsak meg embereket. Ha én megpróbálnám tanítani az embereket, akkor engem ne tartóztatna a rendőrség. Sajnos Magyarországon ez van. Mert ezt nem lehet csak úgy csinálni. Ahhoz nekem még le kell tenni rengeteg mindent az asztalra, hogy én ott oktatónak mehessek. Mert tulajdonképpen egy szaktanári vizsgát kell, hogy tegyek. És utána még a kreszből egy újabbat meg kell csinálni, meg ráadásul a... kategóriánként is változik ez, mert hogyha én csak a B kategóriát választanám meg, mint oktató, akkor sehova se vennének fel. Ha esetleg még a C kategóriát megcsinálnám, akkor talán. Tehát tulajdonképpen ez is így kategóriánként változó. Hogyha minél több kategóriával rendelkezel, hát akkor annál többet hát tudsz oktatni, ugyanakkor pedig hát annál többet tudsz, vagy mit akartam ebből kihozni. Hogy biztosan találsz állás magadnak. Minél több kategóriával rendelkezel, illetve megvan hozzá a szaktanári vizsgád is. Ami hát itt a tanítóképzőben azt hiszem egy év, ami kettő fél évből tevődik össze, és utána pedig még ott van a beadandó vizsgák is, illetve egyebek. Tehát azért nem egy könnyű. Hoppá, 80-an lehetne menni, én meg itt bambolok. Na így. Remélem, hogy látszik majd még valami belőle. Még 63 kilométer.
Meg ráadásul az inkézésem is olyan, hogy, hogy én monitorozónak tanulok, viszont van benne olyan rész is, ami például a jövő hét utánra kell ilyen beszámot csinálni, ami már kicsit inkább ilyen oktatós jellegű. Azaz lehet, hogy még a végén még én oktató leszek ebből, ami tulajdonképpen én nem nagyon szeretném. Ugyanis manapság Magyarországon, hát akkor oktatónak menni, valljuk be őszintén, nem egy kellemes dolog. Én lehet, hogy szeretném, ugyanis hát én szeretek magyarázni, viszont a pénz, meg ugyanakkor pedig még, hát pénz. Manapság meg kell élni valamiből, és valljuk be őszintén, hogy amit ma a tanárok keresnek, az pisipötty. Jó, hogy a kórházi dolgozók is nagyon keresett keresnek, de hát szerencsétlen ápolók is mennyit keresnek szerintetek őszintén? 80.000 forintot. És hát is pedig ott güriznek benn. Éjszakáznak, mert minden. Mentőápolókról ne is beszéljünk. Jó, azonnal még veszélyességi pótlék hozzá, mert 110.000. Tehát az mi? Kifizeti a számlákat utána, mert mi jut kajára? This is Hungary. Úgyhogy manapság, hogyha meg akarsz inni valamiből, akkor neked ezt hát olyan hát olyasmi körül kéne keresned 200 rugónál. Számolgatok közbe fejben is, de tartom az utat. Férfi, hogy nem tud egyszerre kettőre figyelni. Mindig csak egyre. Jó, legalábbis nálam ez így van, hogy én csak egyre tudok figyelni, de arra viszont piszkos jó. Jó, itt most nem kell bemenni. Akkor menjünk be Bergennek a városába. Már úgyis itt vagyunk. Mennyi vezetési idő maradt még? 4 óra 36 perc. Mert itt vagyunk Bergen mellett. 6 kilométer. Már csak 5. Visszalasítunk 50-re, mert ugye ennyi a megengedett városba. Norvégiába is. Meg én egy olyan sofőr vagyok, aki igyekszik mindig inkább betartani a kresznek a szabályait, és még egyszer sem büntettek meg. Már mögöttem van egy jó pár ezer kilométer, de még sosem büntettek meg. Mert én próbálom mindig betartani a szabályt. Na nézzük, hova kell menni? De jó, már a lápák sem működnek. Aha, szokásos hátra a GMT-be. Itt is kellett volna indexelni, de hát nem tudtam olyan gyorsan oda nyúlni, de mindegy. Megyünk hátra, ide kell majd lerakodni. Már csak ennyi van, hát én ezt beteszem ide. Újra szarval állunk. Be kell irányozni. Majd látom a tükörben, az sikerül is. Szedjed alá. Jó lesz ez. Hát annyira nem jó. Hova szedjed már, hülye gyerek?
Az a baj, nem látom a kormánykereket. Na jó lesz. Szerintem már jó, de én még azért jobban berakom. Jó lesz. 4,32 kilométer. 3,29,913, majdnem 36-as szint. Na, köszönöm szépen, velem tartottatok. További kellemes napot, sziasztok!